Készen vagyunk? A Magyar Nemzeti Balett Intézet félévi balettvizsgáján járunk. Figyeljetek, ne felejtsetek el, hogy kicsit mosolyogni kell. Mert most táncolunk. Most nem dolgozunk, jó? Az egyes évfolyamok növendékei számára ez az egyik legnehezebb fordító. Az év elején átadott új tananyag első számon kérése ez, amit év végéig tökéletesítenek, de itt még a feszültségtől, az esésektől kigördülhet egy-egy könycse. Leesünk és kész, felkelünk és megyünk tovább, emberek vagyunk, ne sírjatok. Jelenleg 97 növendék tanul itt. A gyerekek az első 4 évben az előkészítőben ismerkednek az alapokkal. Az első évfolyammal kezdődik a klasszikus metodika szerinti balettképzés. Ez a jelenlegi legfelső 4. évfolyam bemutatója. Az egész napos vizsgák 2 teljes napig tartanak, a fiatalokat még a felnőtt táncosok is érdeklődve figyelik. Physically it's difficult for the students. After the examination we also had somebody is crying, so inside feeling that they was good or not good. Pedig a feladat egyszerűnek hangzik. A Vaganova Akadémia alapján tanulunk. Hát azt tanuljuk, ami le van írva a könyvben. Ezeket megtanítja nekünk a mesternő, és akkor hát minél többet próbálunk nyújtani. Ilyen a Magyar Nemzeti Balett igazgatójának árgus tekintete. A szentpétervári módszertant jól ismerő balettmestereket, táncosokat hív mindig a vizsgákra. A növendékekről tanácskoznak, akár a mozdulataik megtanításának módszertanáig bezárólag. Igen. Luka, ezt ugye? Igen. Jó. Az irány adott, hiszen Solymosi Tamás is a szentpétervári Vaganova Akadémián tanult. Megcéloztuk azt, hogy a Moszkva, illetve a Szentpétervári iskolának a tananyaga az, amit mi követünk, és hál' Istennek, hogy az együttesben vannak olyanok, akik ott végeztek. Gyakran tartunk egyfajta ilyen konzultációt, hogy kéne ezt tanítani, hogy kéne azt tanítani, hogy segítsük egymás munkáját, és ne hátráltassuk. Mindig csak az első fél évben, tehát ősszel lehet menet közben is csatlakozni az évfolyamokhoz. A második fél évben ez már nem lehetséges, mert a vizsgákra az újonnan csatlakozók lemaradnának társaikhoz képest. Ez az egész így kialakul, hogy így mindig jövünk ide és gyakorolunk, és olyanokat tanulunk meg, amit így, hát ilyen nehéz, és hogy egy idő után meg tudjuk csinálni. Mindenki másért, de szeret ide járni. Én azért is nagyon szeretem ezt, mert ugye nagyon jó a színpadon lenni, előadni nagyon jó érzés, de a teremben is, amikor dolgozunk ilyen nagyon szép zenére és ilyen nagy mozdulatokkal, az ilyen boldogságodat. Minden nap tudunk sportolni, viszont ezt szívesen csináljuk, és úgymond szívesen fáradunk el, és nagyon élvezzük azt, amit csinálunk. Vannak az előadások az operaházban, amiben részt vesznek, meg mindenféle koncertek, meg vizsgakoncertünk. Tehát mindig van mit csinálni, és természetesen az anyag is megy előre, és azt is követünk, úgyhogy erősen le vannak terhelve a gyerekeink, de másképpen szerintem ezt a szakmát nem lehet elsajátítani. A magas elvárásokért viszont különleges lehetőségeket is kínál ez a képzési intézmény. Állandó a színpadi gyakorlat, a fellépési lehetőség. Csak ebben az évadban a Diótörőben 70 gyerek szerepelt, de volt növendékkarácsony. Szerepeltek a János Vitézben vagy a Zsizelben is gyerekek. És ne feledkezzünk meg a versenyekről sem. A Vibe versenyre készülök Bécsbe, a mesternőmmel és a Blankával. A legkiválóbb növendékeket, például Gergelyt és Blankát is, a világ legrangosabb táncversenyeire készítik fel a mesterek, ilyen például a Vibe vagy a Berliner Tánc Olimp. Először Berlinbe mutatkozik be pár gyerek az iskolából, utána jön a Vibe verseny Bécsben, utána a Rigai balettverseny, még Olaszországban is van egy ilyen meghívásos verseny, de kimondottan hívták a növendékeket. A gyerekek, akik kedvet kaptak a Magyar Nemzeti Balett Intézet mestereitől tanulni egy csodás művészet fortéjait, a március 30-ai felvételire még jelentkezhettek, sikeres vizsgával ősszel kezdhetik tanulmányaikat.
A nyári tábor viszont akár előképzettség nélkülieket is vár majd.